Mécs Imre mondta nekem, hogy nem Árpi bácsi, hanem elnök úr. Tartottam magam a intelmekhez, imádom Mécs Imrét, és az sajnos csak az, valószínűleg csak az öregséget teszi, hogy most nem tud itt lenni. De tartottam magam hozzá, és mondtam neki, hogy elnök úr. Mire mondta, hogy ugyan már édesfiam, ne adjál nekem új címeket. Szenzációs volt. A Dömölti János rendezett a televízióban egy hónapos szentendrei sorozatot. Egy hónapig lent voltunk minden áldott nap. És a Göncnek a nevét, a Göncz Árpádnak a nevét akkoriban még kiejteni sem volt nagyon szabad. És a baráti körét összehívta egy ilyen szalonnak, egy képtárlat szalonnak a pincéjébe. És egy ilyen kis pici fényképezőgépen volt, és fekete-fehér filmet forgattam az egész egy hónap alatt, amerre történt valami a forgatás alatt. Ha dolgoztam benne, akkor is, ha csak Dömölki kérésére felügyeltem az egészet, akkor is. És hát egyszer, aztán egy pár évvel később, amikor már elnök volt, akkor egy másik apropóból forgattunk benne a parlamentben, és elvittem ezt a fényképet megmutatni neki, amit csináltunk. Liszt Ferenc téren egy könyvnap alkalmából. A Göncz Árpád ült az Ulpius kiadónak a vezetőjével, mert ők adták ki a könyvet, és a fiam pont arra ment, és ismerte az Ulpiusnak a vezetőjét, és mondta neki a srác, hogy bemutatom. És akkor a Göncz Árpád fölugrott, ő kezet fogott a gyerekemmel, és mondta az Ádám, hogy ez felesleges volt azért. Születésnapjain itt fent voltunk a téren, és most nagyon-nagyon fog hiányozni. Azt hiszem, hogy sokáig nem lesz hasonló államférfi Magyarországon. Nyugodjék békében.